Az iskolai szünet ellenére továbbra is hatalmas dugók vannak a fővárosban, most még elvileg felújítási munkálatok miatt, de a városvezetés több fontos útvonalról is kitiltaná az autókat. A főpolgármesteri hivatal szerint a város nem csak arra van, hogy közlekedjünk benne. Karácsony Gergely volt pártja, pedig akár már holnaptól bevezetni a dugodíjat. Hiába van iskolai szünet, a budapesti közlekedésen ez nem látszik. Hétfőtől ugyanis a Lánchíd felújítása miatt lezárták a budai alsórakpartot a Döbrentei tér és a Halász utca között. Kerülő útvonalként az autósoknak a környező utcákat kell használniuk, amiben emiatt óriási dugók alakultak ki. Borzalmas. Mindig nyáron csinálnak a legnagyobb dugókat, amikor nem lehet közlekedni az utakon. Másfél órája jövök. A főváros vezetése eközben arra készül, hogy a Duna túloldalán a pesti alsórakpartot is lezárja az autósok elől. A város nem csak azért van, hogy közlekedjünk, hanem hogy éljünk is benne. Karácsony Gergely kabinetfőnöke egy keddi kerekasztal beszélgetésen azt mondta, a Rakpark nevű program jövőre a 3-as metró felújítása után indul, és 2024-re gyalogos Dunapartot alakítanak ki. Azzal, hogy véget ér a felújítás, fel lehet számolni azokat a pótlóbusz sávokat, amelyek például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy a Kiskörúton ma korlátozást jelentenek, és nem lehet ott közlekedni autóval. Tehát egyszerre tud a közösségi közlekedés és a közúti közlekedés egy nagy levegőt venni, ami lehetőséget ad arra, hogy akkor a rakpartokhoz hozzányúljunk, pontosan a pesti alsó rakparthoz hozzányúljunk. A beszélgetés egyik résztvevője szerint a fővárosi tömegközlekedés még nem áll készen a rakpartok forgalmának kiváltására. A Magyar Autóklub jogi bizottságának vezetője pedig erőszakosnak nevezte a tervek mögött álló szemléletet. Talán figyelembe kellene venni, hogy jelenleg az alsó rakpartnak a forgalmait körülbelül 50-60%-ban az agglomerációból érkező járművek foglalják le. Ezeknek a körülményeknek a figyelembevétele, vagy figyelembe nem vétele egy olyan voluntarista szemléletet, erőszakos szemléletet tükröz, ami meg fogja bosszulni magát. Karácsony Gergely egyik volt pártja, az LMP támogatja a rakpart lezárását az autósok elől, és még ennél is tovább menne. Budapesten a dugódíjat azonnal be kell vezetni, lehetőleg már holnaptól. Eközben több szakértő is arra figyelmeztet, hogy az alsó rakpart lezárása a lakóházak közé tereli az autóforgalmat, ahol a jelenleginél is nagyobb forgalmat, zaj és levegőszennyezést fog okozni.